Zsuzsa nyugdíjas pedagógus, a pedagógusi pálya mellett pedig 15 évig biztosítónál is dolgozott. Szerette mind a két munkát, és a mai napig tudja, hogy milyen sokat is adott az életéhez mindkettő. A Blockchain Digital Capital-el egy telefonbeszélgetés kapcsán ismerkedett meg, és 2020. novemberben regisztrált, azóta lelkes tagja a csapatnak. Bár kortársai, volt kollégái közül sokan pihenéssel töltik a nyugdíjas éveiket, de őt lelkesíti, hogy egyre többet tud meg a kriptók világáról, és ez számára nagyon izgalmas, úgyhogy Zsuzsa, mesélj nekünk, kérlek, te most, hogy miket tapasztalsz itt meg Blockchain Digital Capital-nél. Köszönöm szépen, Kriszta, a felkérést és a bemutatást, de hagyj kérjek egy-két percet arra, hogy vissza tudjam magam rázni egy olyan hangulatba, amikor az én nagyon prózai gondolataimat el fogom mondani ezután a három előadás után, mégpedig ugye azt hallottuk itt az előadásoknál, hogy attól függ, hogy milyen hangulatban van az ember, úgy tud beszélni, és most az én hangulatomat vissza kell egy kicsit a normális szintre hozni, ugyanis az első előadás után csak rácsodálkoztam Viktornak a gondolataira, és tudom, hogy mit fogok tudni ebből majd használni a következő hónapokban. A második előadás után visszazökkentem, belekényelmesedtem a valamikori biztosítós életembe, és hát most, amit John Musk-tól hallottam, tulajdonképpen kicsit el vagyok kábítva, de kiemeltem belőle egy gondolatot, és talán ezzel tudok majd az én előadásomhoz csatlakozni. Az is elhangzott benned nagyon sok más gondolat mellett, hogy dolgozzunk magunkon. Hát igazából most én arra fogok választani, legalábbis megpróbálom, hogy hogyan dolgoztam én magamon, ez alatt a két év alatt, amióta Blockchain Capital, Digital Capitalnál vagyok. Hát az első gondolatom az volt, mikor fölkértek engem erre az előadásra, bár már nagy tisztelettel megköszönöm, hogy többször volt alkalmam beszélni a szemináriumon, hogy egyáltalán milyen címet adjak az én gondolataimnak, csak a cégről beszéljek, egyáltalán mit. És akkor eszembe jutott egy ilyen mondat, mivel úgy gondolom, hogy semmi különöset nem csinálok én itt, hogy azt a címet adom, hogy kis lépések nagy ereje. Mert tulajdonképpen én nagyon piciket lépek napról napra, és hogy hová jutottam, azt gondolom, hogy úton vagyok. Még jutni nem messze jutottam, inkább az a fontos, hogy úton vagyok. Arról szeretnék először beszélni, hogy mi volt az én valóságom 2020. novemberébe, amikor hallottam a cégről. Tulajdonképpen egy szlogen ragadott meg. A telefonbeszélgetésből, mint ahogy Kriszta említetted, hallottam azt a mondatot, hogy tarts velünk és gazdagodjunk együtt. És én akkor már nyugdíjas pedagógus voltam, és úgy gondoltam, hogy ez egy rendkívül jó invitálás engem, ugyanis gazdagodásra még eddig nem hívott senki. De rögtön szabadkozni is kezdtem, és azt mondtam, de hát én ehhez a világhoz nem értek, bár a pénzügyekkel kapcsolatban voltam, és nagyon is szerettem azt. És akkor azt mondták, hogy nem baj, majd megtanítjuk. És igazából én nekem ez a két dolog volt, ami először nagyon fontos volt, hogy újat fogok, és ezt megtanulhatom valahol, úgy, hogy én ezt a hétköznapokban tudjam használni. Aztán eljött december, még mindig 2020-ba tartunk, eljött az első szeminárium, és ott elhangzott az a másik kulcsmondat, amit ma már itt azt hiszem minden előadó említett, hogy vedd meg és tarts, a buy and hold. Hogy őszinte legyek, én ezt a kifejezést hallottam eddig, de ha úgy gondoltam, ha meg tudom venni, akkor a tartás már az lényegesen könnyebben fog menni, és ezt azt talán meg tudom csinálni is. Igazából én ennek a két gondolatnak a szellemébe kezdtem dolgozni 2021-ben, és minden szemináriumra, és azóta mondhatom, hogy egyetlen egy szeminárium nem voltam, én nem voltam ott, és mindegyikre úgy ülök be, hogy valamit tanulni fogok. Tehát nem úgy, hogy lehet, hogy hallok valamit, hanem biztos, hogy tanulni fogok. És azt a tudást fogom én továbbadni. Hát mit is kínálok én tulajdonképpen? Tulajdonképpen azt kínálom, hogy azoknak az embereknek, akivel kapcsolatban vagyok, azt, amit én megtanultam előtte a szponzoraimtól, vagy mindig olyan segítőtől,
akit éppen felhívtam, azt a tudást tovább fogom adni. És igazából azt az új világot, egy teljesen új pénzügyi világba, hiszen biztosítósként egy hagyományos pénzügyi világgal már tisztában voltam, amit a kriptók jelentenek, ebbe az új világba be tudom vezetni talán az embereket. Tulajdonképpen ez volt a két fontos gondolat 2021-ben, és amikor év vége felé már kicsit több szabadsággal gondolkodtak az emberek, hiszen picit nyílt a világ, talán már kezdett a pandémia is lecsengeni, úgy gondoltam, hogy a félelem az elkerült az embereknek a tudatából, hát természetesen nem így volt, hanem igazából ez a félelem megmaradt. És erről azt hiszem, erről is hallottunk már ma, hogy akkor, amikor az embereknek a gondolatát a félelem vezérli, akkor nem igazán tudunk az új dolgok felé nyitni velük kapcsolatosan. És én ilyenkor soha nem teszek mást. Mindig arra gondolok, hogy megnézem, hogy azt, amit nekem a cég annak idején a belépéskor nem ígért, hiszen tulajdonképpen akkor még nem is a céggel voltam, csak a szponzorommal kapcsolatosan, hogy megtartotta-e azokat az ígéreteket. Tehát áll-e még mindig az az ajánlat, hogy közös gazdagodásra hív bennünket, áll-e még az az ajánlat, hogy tanítanak elsősorban engem, és tulajdonképpen, hogyha ezek mind igazak, akkor utána már csak azt kell megnéznem, hogy magában a portfólióban esetleg van-e olyan dolog, amit mindig újként kínálnak. És nagy-nagy örömömre szolgál, hogy tulajdonképpen mindig adnak valami újat. Termékbe is, és igazából olyan dologba, ami a hitét növeli az embernek. Ugyanis én úgy gondolom, hogy mindenben a tökéletesség azt jelenti, hogy az egész világunkat az határozza meg, hogy mennyit hiszünk el belőle, és mennyit tudunk. Tehát amikor nekem a hitem egy picit kezd meginogni, például nem olyan eredményes a tárgyalásom, akkor én soha nem arra gondolok, hogy nem akar az ügyfél velem kapcsolatba kerülni, hanem olyankor mindig, amikor hazamegyek, végig gondolom azt, hogy mi az, amit én nem biztos, hogy jól adtam át. Hiszen neki a bizalmát csak azzal tudom megszerezni, hogy gyakorlatilag én jó információkat adok át. Igazából ez volt a 2021-nek a vége. Úgy gondolom, hogy úgy zártam az évet. Én ugyanis ez a pedagógus pályámnak a vonzata tulajdonképpen, én nagyon szeretek célokat kitűzni. És ezeket a célokat szeretem elérni is. És amit 2021-re kitűztem, azt szinte maradéktalanul megvalósítottam, és úgy gondoltam, hogy ha jön a 2022, akkor semmi baj nem lesz, ezt fogom tovább folytatni. Hát a célkitűzésen nem volt baj, de azzal, hogy a környezet az nem biztos, hogy pozitív irányba változott, azzal már igen. És most is azt csinálom, ilyenkor is mindig azzal próbálom magam erősíteni. Hiszen szerintem ehhez az üzlethez is, azon kívül, amit a cég hozzáad, tehát hozzáadja az okos szerződéseket, hozzáadja a technológiai hátteret, hozzáadja a képzési lehetőségeket. Tulajdonképpen ő megtesz minden, tehát csak nekem kell olyan erősnek lennem, hogy ezt tudjam az emberek felé közvetíteni. Na hát mit ad a befektetőimnek ez a technológia, blokklánc technológia? Elsősorban azt, és erről is volt már szó, hogy a saját kezükbe tudják venni a pénzügyeiknek az irányítását. És féljek ezt elmondani? Féljek akkor, amikor a biztosítók ugyanúgy kötik a szerződéseket, ugyanúgy 10 évre ígéreteket tesznek pénzügyi téren, hogy majd az ő módozatuk az sikerül, és ugyanazt eléri? Tulajdonképpen akkor nekem nincs félnivaló. Tehát az ügyfélnek ezt mondom el. És mit ad nekünk, hálózatépítőknek? Mit ad nekem ez a cég? Hát elsősorban egy jó célért végzett munkának a lehetőségét. Ugyanis nekem attól jobb cél ma nincs, hogy az embereknek a pénzügyeibe próbálok segíteni. Természetesen annak, aki engedi. Nekem ezen kívül ad még egy nagyon folyamatos tanulási alkalmat. Itt főleg a technológiai dolgokban, mert nekem abban van elsősorban nagyon sok fehér folt, hogy finoman fogalmazza,
és ezeket a foltokat próbálom egyre színesíteni, nagyon sok tartalmas emberi kapcsolatot ad, hiszen az ügyfelek között, akik ügyfeleim most is, nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem meg, akik hiányoztak volna az életemből, hogyha nem ismerném őket. És még ad még egy valamit. Az aggódás helyett ad egy olyan izgalmat, amit úgy hívok, hogy várakozás. Én mindig várok valamit a cégtől. Várom azt, hogy jöjjön új termék, most ugye éppen a napokban jelent meg a BBT 4.0, most ismerkedem vele, először magam számára teszem maximálisan elfogadhatóvá, hogy utána tudjam a ügyfeleimnek közvetíteni. De tulajdonképpen a napokban, vagy éppen nagyon rövid idővel ezelőtt történt meg a cégnek az auditálása. Tehát egy olyan módon erősítette meg a hitemet, hogy újra egy olyan cég, illetve egy olyan cég, ami folyamatosan a piacon van, és folyamatosan olyan dolgokért tud tenni, ami az embereknek a életét jobbá teszi. És igazából továbbra is ezt várom. Azt várom a Broadchain Digital Capitalnak a tulajdonosaitól, hogy szervezzenek olyan alkalmakat, ahol tanulhatok, szervezzenek nekem kihívásokat, amiket el akarok érni tulajdonképpen, és én ígérem, hogy én a munka részét, ami tőlem telik, hozzáteszem, és ugyanezeket próbálom a csoportomba is elmondani. És hogy nem menjen el senki anélkül, hogy esetleg nem idézek valakit tőlem okosabban megfogalmazott, tehát egy költőt, visszamegyek megint Adihoz, hiszen nekem ő fejezi ki leginkább az akarást, hogy ha valamit megszerz, illetve valamit megismerik, azt meg is akarjam tartani, szerezni. Tulajdonképpen ő mondja, hogy ha gátat túr föl 1000 vakon, az óceánt mégis elérem. Én azt kívánom, hogy itt a Blockchain Digital Capitalnál találja meg mindenki a saját óceánját, és akarja azt elérni. Én minden esetre segíteni fogok ebben. Köszönöm szépen!